Az utóbbi időben rohamosan nőttek a Continental Contitech megrendelései, ezért nagymértékű fejlesztést hajtottak végre a cégnél. 7 teljesen új épületet adtak át, valamint nemrég egy új, több mint 60 férőhelyes parkolót is, hiszen a kapacitás bővítéssel a munkavállalók száma is emelkedett. Az elmúlt 2 évben csak ide a makói telephelyünkre közel 1000 főt vettünk föl, tehát 1000 fővel növeltük a létszámunkat. Az aktuális létszámunk itt 2500 fő körül van. Még az idei évben is bővítettünk, az idei évben január 1-től 100 fővel növeltük a létszámunkat, és még mindig vannak nyitott pozícióink, tehát körülbelül egy 40-50 nyitott pozíciónk jelenleg is van még, amelyeket szeretnénk feltölteni a közeli napokban. Az igazgató mindehhez hozzátette, a napokban köszöntötték jubiláló dolgozóikat, ugyanis 52-en vannak, akik már az indulás, azaz 1996 óta a cégnél dolgoznak. Hangsúlyozta, a munkavállalóiknak és a fejlesztéseknek együttesen köszönhető, hogy tavaly közel 20%-kal nőtt a Contitech árbevétele, az idei évre pedig újabb 10%-os növekedést terveznek. A fejlesztés részeként folyamatos az új munkagépek üzembe helyezése is. Hamarosan átadásra kerül például a 17. vulkanizáló kazán. Ezen a részlegen több mint 350-en dolgoznak, ám a felvétel folyamatos, hiszen rengeteg munka van. Jelenleg a márciusi hónapunk kiemelkedő termeléssel zárt, több mint 6,5 millió gyártott sebünk van. Ugye ez általában 5,5 millió gyártással dolgozunk, de most 6,5-re kizárt kiemelkedően zártuk a hónapot. A rohamosan növekvő megrendelések egyik oka pedig az autóipari hűtőfűtő csöveket gyártó cég innovációs technikai fejlesztése lehet, ugyanis több alkatrészben a gumit műanyagra cserélték. Például az elektromos és hibrid autóknál, ahol a hőmérsékleti követelmények nem annyira magasak, tehát nem kell olyan magas hőmérsékleti követelményeket lekezelni, ott ezek a műanyag csövek, ezek jobban tudnak teljesíteni, könnyebb súlyúak, ezért kevesebb energiafelhasználást jelentenek, és ezért nagyon szeretik őket a vevőink. Ám a műanyag nem csak itt tud teret hódítani. A közelmúltban egyre több helyen találkozhatunk az úgynevezett 3D nyomtatással, és ennek alkalmazásában szintén élen jár a Contitech. Ugyanis a korábban fából készült szerszámaik javarészét már ezzel a technológiával gyártják.